Szűk 35 éve történt, én második osztályos kisiskolás voltam, innen nem is nagyon messze, és hát ültünk órán egyik nap, önállóan dolgoztunk, és az egyik kisfiú rajzolt egy horogkeresztet a füzetébe. Erről tudtuk, hogy tabu, tehát ezt tudtuk, hogy ezt nem szabad, talán nem tudtuk pontosan, hogy miért. Arra emlékszem, hogy hogy derült ki számomra, hogy ez tabu, ugye valamivel korábban apámmal haladtunk valamerre a citromsárga kockaladával, amikor a úttól nem messze, egy gyártelepen fenn a magasba lobogott egy horogkereszt, egy zászló. És akkor apám mondta, hogy itt nyilván filmforgatás folyik, mert bármilyen más esetben ez elképzelhetetlen lenne, ez egy tiltott jelkép, ez törvény tiltja, hogy ilyet használjanak. Tehát ez a kisfiú rajzolt egy ilyet a füzetébe, és hát ahogy az lenni szokott, ezt valaki ott a környezetébe észlelte, és jelezte, hogy Dori néni, Laci horogkeresztet rajzolt a füzetébe. Úgyhogy nem tudtam, hogy mi fog történni Lacival, hiszen olyat tett, amit még felnőtteknek sem szabad, de nem történt semmi. Dori néni csak nagyon halkan annyit mondott, hogy a horogkeresztesek ölték meg a családomat. Úgyhogy nem tudtunk ezzel mit kezdeni, ugye néma csönd. Valaki még megkérdezte, hogy és Dori nénit életben hagyták, ami hát önmagában nyilván egy ostoba kérdés volt, hiszen ott állt előttünk. És tudom, hogy teljesen ledöbbentünk, legalábbis én biztosan, tehát hogy másfél éve ismertük Dori nénit, szerettük, hogy lehet, hogy valakin ez ennyire nem látszik, tehát hogy teljesen átlagos ember volt, hogy valaki egy ilyen dolgot őrizget a múltjában. De így gondolkoztam azon, hogy vajon hogy kell ezt az egészet elképzelni. Hát a megfogalmazás miatt talán arra gondoltam, hogy nyilván Dori néni gyerekkorában ült otthon a családjával, és akkor ezek a horogkeresztesek, bárkik is legyenek, beállítottak hozzájuk, és megölték a szüleit. Ugye 80-as évek elejéről beszélünk, tehát két tévécsatorna volt, gyerekcsatorna még nem volt, egy 8 éves gyerek, Deriken, Petrocellin, San Francisco utcáin mind túl volt, tehát a bűnügyi történetek fogalomtárával tudtam kezelni ezt a sztorit. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy vajon hogy történt egyáltalán, hogy kerültek oda, hogy juthattak be, ki engedte be őket, miért, mi volt a motiváció, ugye Klein felügyelő is folyton a motivációt kereste, létezik, hogy örököltek valamit, bár nem tűnt valószínűnek, és ami a legfontosabb a bűnügyi történet szempontjából, hogy vajon kézre kerültek-e, Dori néni tudott-e személyleírást adni, ki tudta választani ott a csíkos fal előtt a felsorakozó gyanúsítottak közül, kik voltak ezek. Az nyilvánvalóan eszembe se jutott, hogy mástól ezt meg tudom kérdezni. Hát ez Dori néni családjával történt, hogy az én szüleim mondjuk honnan tudnának ezekre a kérdésekre válaszolni. Úgyhogy ezt el is temettem akkor, és csak úgy jóval később, évekkel később kezdett el összeállni a kép. Tehát például rájöttem arra, hogy tekintve, hogy Dori néninek mi voltunk akkor az első osztálya diploma után, nyilvánvalóan nem a szüleit ölték meg. Nagyszülőkről, nagynénikről, nagybácsikról beszélhetett, esetleg unokatestvérekről. De arra is rájöttem, hogy ezek az első gondolatok, hogy ki engedte be őket, mi volt a motiváció, és kézre kerültek a tettesek, tehát nem voltak olyan rossz kérdések.